ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Folytatódik a Millás reggeli, itt vagyunk ismét, 8 óra 15 perckor, továbbra is Mihálovics András, az egyik ma reggeli műsorvezető. És továbbra is Ács Gábor, a másik ma reggeli műsorvezető, 0-30-20-10-9-09, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, továbbra is él a szavazás. Azt mondta a Magyarország miniszterelnök, hogy a járvány legdurvább két hete jön, én miért azt kérdezzük tőletek, hogy mit csináljunk. Aki úgy érzi, hogy nyissunk már, az az A betűt küldje el ezen elérhetőségek valamelyikére. Aki azt mondja, hogy maradjon minden így, az a B betűt küldje el. Aki pedig úgy gondolja, hogy szigorítani kell, az a C betűt küldje el. A szabályok a következőek, 9 óráig él a szavazás. A fapados rovat alatt összesítjük kollégáinkkal a szavazatokat, és 9:30 magasságában itt is és a Facebookon is közzé fogjuk tenni a végeredményt. A szavazás nem reprezentatív, csak kíváncsiak vagyunk, illetve a Facebookon is lehet még szavazni. Ott is kitettem egy posztot elég egyértelmű illusztrációval, úgyhogy szerintem könnyen megtaláljátok a hírfolyamunkba majd. Azért vagyunk elsősorban kíváncsiak, mert nem nagyon láttunk még olyat, hogy ilyen adatokra, ilyen megugrásra ne reagáljon valahogyan egy kormány, és változatlanul maradjon minden. Sajnos nem tudjuk annyira szofisztikáltá tenni, hogy még különböző variánsok, nem vírus természetesen, legyenek. Például ír egy hallgató, hogy ha betartanánk a jelenlegieket, akkor elég lenne a B, de amúgy megint rákényszerülünk arra, hogy C legyen, szóval ilyeneket nem tudunk figyelme venni, egy-egy betűt küldetek. Meg ilyen, hogy B vagy C, ilyenekkel nem tudunk mit kezdeni, tehát csak az egybetű szavazatokat fogjuk beleszámolni, mert az, hogy itt valaki filozofálgat, meg vakkomondorozik, meg nem tudom én miket csinál, azzal nem tudunk mit kezdeni, tehát az érvénytelen szavazat. Van ilyen, a demokrácia velejárója az érvénytelen szavazat. Is. No, papúr meg ránk döbben, meg ránk dörren, menjetek ki a Dunapartra, Bálna környékére, több száz ember maszk nélkül, nulla távolságtartás, mintha csak majális volna, a járműveken sem hord senki maszkot, az utcán a fiatalok nagy része nem vagy csak félig eltakarva. Felelős országokban a megelőzés a legfontosabb. Miről akartok szavaztatni, mikor 14 ezer halott van már? A halottak aránya az egyik legmagasabb, miközben a kormány korlátlan felhatalmazással bír, Mari néni, Jóska bácsi és a kis Béluska fel sem fogja a veszély mértékét, és az ő szava fog dönteni a nemzeti konzultációnak nevezett kamugyára. Kapjatok már észbe, miért álltok be az elhűítők közé, ha már ti is, akkor a többi. Csak jelzem, hogy a 40 milliós Kenyában 1700 halott van, még a Maszáj pásztort is tesztelik, ellátják nyomkövetővel. Szerintem nem értjük egymást pap úrral. Mi megkérdeztük a hallgatók véleményét, nekünk is van véleményünk, csak pont nem akarjuk befolyásolni. Igen. Akkor integes, ha esetleg megszólalhatok majd valamikor. Köszönöm szépen. Hát az várakozásaimnál jóval hamarabb megtörtént, de igazából csak annyit akartam elmondani, hogy mi nyilván mindenkinek van véleménye, látszik, hogy az legtöbb embernek nagyon markáns véleménye van, de egészen elképesztően eltér ez egymástól. Mi azért sem mondjuk, mert erre is vonat jött kérdés a hallgatóktól, mert hogy abszolút nem akarunk senkit se befolyásolni. Most próbáljuk tényleg a tényekre szorítani, hogy miért kérdezzük meg, mert nagyon kíváncsiak vagyunk ebben a mostani. Egy nagyon fontos pillanatban, nagyon kritikus pillanatban vagyunk. Ez látható, és aki nem hallotta, érdemes meghallgatni a Madár Istvánnal a beszélgetésünket is, erről, hogy milyen dilemmákkal szembesül egyébként az állam, a kormányzat is. Na gyorsan menjünk tovább, mert még közlekedünk, és utána egy fontos és érdekes beszélgetés következik, remélhetőleg. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Na mit látsz, Laca? Hát figyelj, én nem látok semmit, semmi újat. Valami olyasmit tudok még mondani, kérlek szépen, hogy hát nem tudok, tényleg. Amiket nem mondtunk volna el, hogy sávlezárás van a Krisztina körúton, a Széll Kálmán tér felé, szakaszos és időszakos korlátozás Csepelen a Tellerede úton, félútpályazár a Kisszellő utcában, sávlezárás a Rejter Ferenc utcában. Szerencsére
balesetről nem kaptam információt. Én annyit tudok, hogy a budaörsi a szokásosnál enyhébben, de dugul az Ostyapenko után, illetve azt mondja, az én kis algoritmusom pedig egy picit zöldebb az átlagnál, tehát a 8 órás átlaghoz képest kellemesebb közlekedési feltételeket mutat. Hogyha ezzel ellentétes információtok van, azt is természetesen várjuk és el is mondjuk a hallgatóknak. És itt van velünk a vonalban Tibor Dávid, a Masterplus TNRT elnöke. Jó reggel. Jó reggelt kívánok! Kijött a gyors jelentés, és nem csinált rá semmit az árfolyam, ami csak azért lehet meglepő, mert, és azért is izgalmas, hogy mi történik a Masterplusnál, mert a legizgalmasabb részvény a budapesti értéktőzsdén. Hát novembertől lényegében két hónap alatt a háromszorosára ment az árfolyam, majd pedig egy egészen minimális korrekció után ott is maradt, mert a piac rendkívül optimista. Ezt a cégvezetés is annak tulajdonítja, hogy az egészségügyi üzletág, amelyről azt várjátok, hogy hasonló árbevételt produkálhat, mint az építőanyag üzletek, hogy föl tud jönni ugyanerre a szintre, és ezzel kapcsolatosan a járványhoz kapcsolódóan vannak ekkora várakozások, hogy ezt emiatt áraszta át úgymond a piac a céget? Szerintem itt a piac joggal áraszta át a céget, és azon kívül, hogy az egészségipar egy nagyon perspektívikus és tényleg kiválóan, várhatóan kiválóan teljesítő üzletág lesz ebben az évben is, azon kívül az nagyon fontos, hogy maga az építőanyagipar, az építőanyag felhasználás, különösképpen a szigetelő anyagok, amiben a Masterplus erős, azok rendkívül jó időszak elé néznek. Egész közép-kelet-európai régióban, tehát a mi fő piacainkon, de Magyarországon azt gondolom még ehhez képest is egy pozitív eltérés van, egy pozitív várakozás van, mert nem csak ugye az 5%-os áfa, a csok kedvezmények kiszélesítése hat az építőiparra, hanem úgymond a csodafegyvert is bevetette a kormány, ez a 3 millió forintos vissza nem térítendő felújítási támogatás, és azt gondolom, hogy ezzel rengetegen fognak élni, ami magában az alaptevékenységben is egy nagyon komoly növekedést jelenthet nekünk az idei évben. Uh-huh, tehát akkor a kettő együtt, így igen. Kompletten. Uh-huh. Mi a gyors jelentésben a legfőbb mondani való? Ugye nagyjából az látszik kívül, hogy a várakozásokat az teljesítette, kicsit túl teljesítette a cég, de belülről hogy értékeled? No, úgy gondolom, hogy az ugrás, ami látszik a gyors jelentésben is, azért egy 30%-os árbevétel növekedés, az eredmény pedig az előző év a bázis 2,5-szeresére nőtt. Tehát ezek nagyon-nagyon markány számok, de az árfolyam valószínűleg azért nem is mozdult meg különösebben, mert ezt várta tőlünk a piac, illetve azt, amit előre jeleztünk, azt hoztuk. Pozitív értelemben még túl is teljesítettük. Uh-huh. Most a piac ezt beáraszta, hogy lesz ez a felújítási támogatás, ennek van egy korlátja, ez gondolom idő után lezajlik. A többi állami támogatással kapcsolatban, ugye szintén a cég eredményességét azért befolyásolja. Nagyjából azt gondolhatják a befektetők, hogy a következő 2-3 évben a választásokig mindenképp és utána is talán még kitarthat. De mik a kockázatok a cég működését illetően, illetve az eredményességet illetően? Hogyha az átárazódással kezdeném, tehát hogyha azt nézzük, hogy igen, egyrésztről az építőanyagipar várhatóan nagyon jól teljesít, a szigetelőanyagipar különösképpen. Emellett ugye az egészségipar jött be, ami, már ennek nyilván én sem örülök, de ami a mostani járványhírek miatt a védőruha program, vagy a szájmaszk gyártás, amelyhez ugye a Masterplus német gyárába készülnek az alapanyagok, azok ilyen értelemben sajnos elég stabil piacra számíthatnak a következő időszakban is. Ez azt gondolom, hogy magában ebben az átárazódásban már benne volt. De igazán az a része, hogy egy új gyárat indítunk, tényleg a cég történetének eddigi legnagyobb 9,5 milliárdos beruházásával, gyakorlatilag itt Magyarországon tovább bővítjük ezeknek a higiéniai textíliáknak, ipari textíliáknak a gyártását. Ezzel gyakorlatilag egy olyan szintet lép a vállalat, azt gondolom piaci pozíciójában és eredménytermelő képességében is, ami
még szerintem mindig nincsen benne az árazásban. Ez mi? Ez konkrétan maszkot jelent, illetve hogy csak hogy tisztában lássunk, hogy mi van ebben? Ez egészen konkrétan a szájmaszk, a védőruha, a kórházi higiéniai textíliák, tehát ilyen higiéniai lepedők, orvosi műtőköppenyek alapanyagát jelenti, magát ezt a non-woven, ezt a ipari fleece-t, és egyébként ugye az új stratégiánkban azt is bejelentettük, és ezen dolgozunk jelenleg, hogy el szeretnénk menni a végtermékig, tehát nem csak alapanyagnál állunk meg, hanem a higiéniai textíliák és a védőruha tekintetében a végtermékig szeretnénk eljutni. Szájmaszkot nem tervezünk gyártani, ott csak az alapanyagnál maradunk, de a többi egészségipari terméknél a cél az, hogy késztermék kerüljön ki a Master Plus-tól, és ez egy nagyon új dolog, tehát még ebbe a következő hónapokban, következő negyed években fogunk igazán tudni belépni. Szájmaszk azért nem, mert ez egy annyira tömegtermék, hogy azt egyszerűen nem lehet Kínával versenyezni? Elsősorban nem emiatt, mert ugye a kormány, amit elindított támogatási programot, annak a célja, hogy Magyarországon meglegyen a járványügyi vagy egészségipari védekezésnek minden alapvető terméke hazai gyártásba készüljön. És a szájmaszk gyártására ezt Varga miniszter úr már be is jelentette, át is adták, egy nagy beruházással a Vajda Papír indított egy nagyon komoly szájmaszk gyártósort. De ugye ez akkor ér valamit, hogyha hazai körön belül marad az alapanyagnak a gyártása is, tehát hogy amiből a szájmaszk készül, ezt fog a Master Plus 10-ben készülni, úgyhogy szájmaszkon kívül nem, de a többi védekező eszköz, a védőruhák és a higiéniai textília eszközök, azok pedig végtermékig igen. Befolyásolja az újabb harmadik hullám a cég működését, egészen konkrétan például a gyárátadást, amelyet korábbi tervek arról szóltak, hogy május végéig megvalósulhat, ebben van-e változás, ugye ez egy két hónapos bejelentés, hogyha jól remélem, illetve bármi más téren okozhat-e nehézségeket az, hogyha kiújul a járvány? Természetesen igen, a kockázatoknál ezt említeném meg, hogy az egyik legjelentősebb kockázat, hogyha a járvány bármilyen lényeges ponton, akár a gyártópontjainkon, akár a logisztikai központjainkban, vagy a kiszállításnál blokkol minket. Ez ellen azért minden erőnkkel védekezünk, illetve hát nagyon sok beszállítóval, a gépgyártókkal, alapanyagbeszállítókkal is folyamatosan egyeztetünk. Eddig le kell, hogy kopogjam, de nem látunk olyan tényezőt, ami megakasztaná ezt a nagyon intenzív indulási tervet. Tényleg a járvány kiszámíthatatlanul terjed, úgyhogy hát csak bízni tudunk abba, hogy ez így is marad a következő három hónapban. De hosszabb távú tervekhez nem kellett nyúlni, gondolom, stratégiához sem, ebben nincs változás, ugye? Nem, amit január elején bemutattunk, az egy nagyon-nagyon intenzív növekedés, tehát ha csak azt nézzük, hogy erre az évre mondjuk 250 forintos egyrészvényre jutó eredményt várunk, ami hát egy nagyon jelentős növekedés, a rekordnak számít a tavalyi évhez képest is. Úgyhogy ebben benne van egy elég dinamikus fejlődés, de itt mi úgy számoltunk, amikor ezt tavaly év végén összeraktuk, hogy azért ez a járványügyi helyzet fent marad, és egy talán olyan értelemben pozitívum van az életünkben, hogy megdöbbentően jól áll Szerbia és a szabadkai üzemünknek az átoltottsága. Tehát a legnagyobb gyártóüzemünk több mint 600 fővel a Szabadkán működik, és ott gyakorlatilag el fogunk jutni nagyjából két héten belül oda, hogy a kollégáinknak a 70%-a az oltással rendelkezik. Úgyhogy ez egy nagy biztonságot ad. Sajnos ugye a magyarországi működésünk és üzemünk még nem áll itt, tehát reméljük, hogy az oltási kampány fel tud gyorsulni, és akkor ez a veszély elhárul. És Szerbiában hogy működik egyébként, tényleg csak kíváncsiságból, hogy ott lehet maszekba is csinálni, ott nem kell az állami sort kivárni, vagy cégek kérhetnek mentességet, vagy előre, vagy hogy miért más ott a helyzet? Nem, ott amiatt más, tehát ott sincs kerülőút, vagy gyorsítósáv, annyiból más a helyzet, hogy maga az állami oltási rendszer, az egyrésztről rendkívül hatékony és gyors, de ugye mindez akkor ér valamit, ha van elég vakcina, és a szerbek ilyen szempontból nagyon
hogy mondjam, jól időzítve, gyakorlatilag Nagy-Britannia után Szerbia Európában a második, tudomásunk szerint a második legjobban álló ország. De korán rendeltek ilyen... sok kínait, ugye? Igen, és ami nekem érdekes volt, csak egy kis színes, hogy Szerbiában lehet választani az oltások között, uh-huh. és fej-fej mellett van ugyan, de az orosz vakcina megelőzi a Pfizert. Többen választják az orosz vakcinát, és többen bíznak az orosz vakcinában, mint például a Pfizerben, a kínaiban legkevésbé, de ugye ott is abból van a legtöbb, és az emberek azt is elfogadják. Tehát, hogy önmagában a szerb, nem is tudom, oltási stratégia, az azt gondolom jól működik, és ez a mi gyárunk tekintetében is nagyon megnyugtató, hogy onnan nem várunk például leállást. Aha, oké, de ugye ezt a cég is mondjuk bátorította az embereit az oltakozásra, úgymond, tehát te is fontosnak tartottátok itt a munkatársak kötebbe az irányba terelni, úgymond, de ez Magyarországra is vonatkozik, hogy van-e például egy ilyen belső kérés vagy kampány? Hát egyrésztről ugye maguk a járványügyi intézkedések, vagy védekező intézkedések, azok vállalaton belül is komolyak. Nyilván az általános üzenetünk az, hogy aki oltva van, aki védettséggel rendelkezik, az biztonságban van. De ez egy borzasztóan érzékeny téma, és vállalatként ebbe a nagyon, hogy mondjam, néha nagyon személyes döntésbe azért nem akarunk beleszólni. Mi ajánljuk a kollégáknak, hogy szerezzenek védettséget, de innentől kezdve a döntés az egyéni. Uh-huh. Oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről, és sok sikert, és hát mit tudunk kívánni, akik ilyen bátor vállalásai vannak, amit aztán a befektetők számon kérnek, akkor csak azt tudjuk kívánni, hogy teljesüljön és sikeres legyen, és minél kevesebb akadály forrás merüljön föl az év folyamán. Köszi még nagyon egyszer. Nagyon szépen köszönjük. A tavalyi évben ugye a BÉT legjobban teljesítő részvénye volt a Masterplast, és én azt a ígéretet tettem, hogy idén is megkíséreljük ezt a címet elnyerni. Hát, ez igen. Ez nagyon markáns, mert még ez senkinek nem sikerült, emlékeim szerint minden évben igen, más igen. volt, úgyhogy a duplázás ilyen téren az tényleg egészen elképesztő lenne. Oké, hát akkor ehhez kívánok. Ambiciózus a cél, de szeretjük a nagy kihívásokat. Oké, szuper. Köszönjük szépen, szép napot. Köszönöm. Szia. Szép napot, sziasztok. Tibor Dáviddal beszélgettünk, tehát a Masterplast NRT elnökével. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevivő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata minden kedden 9 óra